Sziasztok, srácok, sziasztok, sziasztok! Nagyon régen vártam ezt a végjátszást, itt vagyunk a The Quarry végjátszásnál, ugye fél évvel ezelőtt jelent meg ez a játék, már PC-re is, ugye a Until Dawn készítőitől kaptuk ezt a játékot, ugye az csak PS exkluzív volt, 2015-ben jelent meg az a játék, szerintem nem kell bemutatni. És én már hát, na hát hamarabb van karácsony, itt a fenyő vág minden, de ettől függetlenül hamarabb van karácsony, hisz itt vagyunk december elején, és ezt ilyen karácsonyi ajándéknak szánom nektek a The Quarry végjátszást. Ez a játék ilyen kalandját, na majd úgyis tudjátok milyen játék ez, szóval a kontrollert, jaj bocsánat, a kontrollert már el is készítem, igen, és bocsánat, óvatosan, óvatosan, és már hamarosan indítanám is a játékot. Egyszer már elindítottam, de aztán énekelt valami csaj, aztán mondom, ez a copyright lesz, szóval levettem a musicot, ezért van kus, ezért van nagyon kus. Szóval, na, hát nagyon vártam ezt a játékot, remélem tetszeni fog nektek, ne spoilerezzetek légy szíves, aki már végigvitte, vagy látta, meg látta és végigvitte, illetve még azt szeretném kérni tőletek, hogy semmi. Az, hogy egy órás részek lesznek, remélem a fejemtől majd látszanak a dolgok. Ennyi. Szóval indítom is a játékot, ne szarozzunk, ne rizsázzunk. New game, jó szórakozást kívánok mindenkinek, zsámó, meg ilyesmi, meg haló, nem. Ott a videó között a 90-es évek, minden, szóval valószínűleg a 90-es években fogunk járni, szerintem. És már itt énekelt a csaj. Már itt énekelt a csaj. Igazság szerint megmondom őszintén, olyan, hát egy órát biztos láttam a storyból, a storyból, de már elfelejtettem, szóval tök jó, nagyon fasza. Na nézzük, a hajam is jól áll, minden, nagyon jó, Dodó, vagy azok a nevek, hogy ki készített a játékot, vagy kik a színészek, gondolom. Maximum, hogyha lesz valami ott a bal alsó sarokban, akkor majd a fészkemet átteszem. Jaj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 
igen, és akkor most mennek a benzinkútra, mert még az ársapkása a 95-ös benzin. Így van, most mennek a benzinkútba. Jó. És akkor ott a holdvirág. Na. Így kinyújtóztassuk a kezünket, a karunkat már elzsibbat, azért nyújtóztassa úgy. Úgy de jó, úgy de elzsibbat. És itt még egy gyilkos, aki egy róka, egy megvadult róka, aki felszívott egy kokain cserjét, vagy megevett egy kokain cserjét, azért van ennyire megvadulva. Nézi a róka a elzsibbadó kezű sofőrt. A sofőr pedig megy szépen. Ha ez Angliába játszódna, akkor a bal oldalon menne a sofőr, és van utasa is a sofőrnek, Zack Tinker. Szomszédom volt, de aztán elköltözött. Így van. Remélem nem hangos a játék, meg én sem vagyok halk, meg ilyesmi. Esett az eső, ha jól látjátok, esett az eső a játékban. Hát nem itt. És akkor persze, még azt is kiírják, hogy mit tudjam én a anyós após nevét, meg ilyesmi. Ezek ilyenkor gondolom már, zene már ilyen kornyikálna teljesen a nő, aki énekre ezt a számot. Azért is kapcsoltam ki. Most már hoppá, itt van Laura, az első szereplő, de nem az a lényeg, hanem az, hogy settings, audio, ugye? Audio, és akkor most már kicsit feljelveszem a musicot. Ezt lehet meg fogom bánni később, de majd meglássuk. Na, most már nincs ezzel. Mi van? Mi van? Elkezdi. Why you kill music? Majd fordítok én. Egyébként úgy tudom, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de ugye nincs magyar felirat. Ezt még meg, hagyd nézem már meg, mert a véletlenül még elszorom itt az egészet, és közben kiderül, hogy van magyar felirat. Egy pillanatot kérek. Music. Alternative music. Mi az alternative music? Grafik, disability, szerintem nincs magyar felirat, ugye? Ez a játékhoz. Hú, hogyha van magyar felirat, aztán így játszunk. Nem baj, tanulunk. Srácok, azt akarom még így megnézni, hogy a dialóg, az kurva hangosan beszélnek. Így. És, na, miért öltünk meg a zenét? Hát, hogy ne kapja copyrightot, hát. I don't think I do.
Na, még mindig röhög. Már nem az a baj, hogy nevet, nem, így Isten őriz, hogy az legyen a baj, hogy nevet, hanem az, hogy nagyon hangos. Begins with an L? Nem. Like the L word? Mi? Lemaradtam, lesbians? Oké. Okay. Még mindig hangosan beszélnek, hát ezt nem hiszem el. Settings X, audio, dialog, akkor levegyem ezt is. Hát már ennél hova vegyem már lejjebb? Milyen nagy szeme van? Na, szerintem így most már jó lesz. Pillanat, lehet meg kell nézni, hogy van a... Ami a fasz volt. Még le is fagytunk egy kicsit. Na most... Pillanat, szerintem ez még mindig hangos. Bocsánat a kínlódásért. Tin, 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 tin. Most segíteni próbál a játék, hogy hogyan éljük túl a játékot. Pillanat, most meg a fejem miatt a feliratot nem lehet látni teljesen. Beszarok. Subtitles, itt lehetett látni, hogy auto. Normál, médium. A normál az milyen? Ezt nekem kéne megcsinálni. Akkor megégek. Na, mindjárt nem lesz facecam. Esküszöm nektek. Watch your step, mert nem lehet látni teljesen a feliratot. Na várjatok, ez a tutorial. Amúgy... Tutorial. Várjatok, mit kell nyomni? Hát nem tudtam semmit sem nyomni. Ki ez? Dora a felfedező? Na, ez már Red Dead Redemption. Na! Ezt is elrontottam. Elrontottam. Na, itt meg fog halni mindenki egyből. Bassza meg. Pedig nem így gyakoroltam. Ezt még gyakorolni kell. Körülbelül... melyiket játszottam? Detroit Become Human-t kontrollerrel? De azt nem videóban. Szóval ezt még nekem nagyon gyakorolni kell. Na mindegy, a fejemtől nem sok minden látszik a mondat elejéből. De Columbus valójában Észak-Amerikában sohasem landolt, vagy mit mondott. Ugye lehet tudni, már bocsánat, hogy megint elnyomom, de ezt most direkt nyomtam el. Lehet tudni majd egyik-kettő jellemzőket a szereplőkről, hogy például Laura, hogy milyen. A tarot kártyák is segítenek majd. De ez tipikusan olyan játék, amit majd többször érdemes majd végigvinni, mert ez olyan játék, hogyha egyetlen egy dolgot elbaszol, akkor egy karakter életébe is kerülhet. Na, rezeg. Pick Mac, pick Seaflet. Igen, és akkor... Aha. Felvesszük a mapet. Na, lehet, hogy a másik részben már nem lesz facecam, mert egyszerűen kitakarni valót, szóval az nem jó. Így tudtam megoldani a Shadow Player miatt, hogy ilyen nagy a facecam egyébként. Ennél már sokkal kisebb facecam lenne. Nem is figyel. Tudom, hogy tuti vagy baj lesz. Én vagyok? Bassza meg! Ez ilyen elkerülhetetlen volt, srácok. Stop the car! Uájájá! De akkor mit kell nyomni? Jézus Mária! Pedig a reflexem az reflux. Az nagyon gyors a reflexem. De megint elvasztam. Tün. Tün-türün-türün. Na, még mindig egy darabban vagyok. Hát, Laura, remélem a játék végén is egy darabban leszel. Az nem medve volt. Nem láttam, mi volt az. Szerintem ez egy ember volt, egy személy. Tényleg, Laura? Elütöttünk egy embert? Tudom, kitöltöttél el tavaly nyáron. Na, akkor megnézzük, kiszállunk. Remélem más gombot is kell nyomni, nem mindig csak azt a jobbra. Az nem megy.
Mi az? Húf. Ezért elütöttünk egy járkálót. Mi? Tessék? Hát... Check out the damage before we... The toolbox from the trunk. Na, meg kell javítani a kocsit. A toolbox az meg a trunkban van, a csomagtartóban. Szépen kikászálódunk. Remélem, itt nem lesz aligátor, mint a tutoriálban. Most mit csináljak? Hello. Néha... Ja, ilyenkor use LS. Aha. Néha amúgy belaggolunk, amikor tölt a játék. Jó. Ez nem olyan rossz. Anya meg fog engem ölni. Nem vettünk a boltba csirkefarhátot. Mi az a pofa? Laurának mi volt az a pofa? Na jó van, mindegy. És akkor ugye a lámpát én úgy emlékszek, sose játszottam ilyen játékkal, de ahogy láttam a videóban, hogy így lehet így feltartani, letartani. Ez mondjuk pisiléskor lenne jó, mikor ha pisilsz, akkor így azért letartod, hogy hogy látod a péniszedet. Mondjuk Laurának nincs, de na, nem az a lényeg, hogy neki milyen van. És akkor LB-t lehet nyomni, tutorial unlocked. Hát ezeket ilyen tutoriálok. Jó. És akkor Lauráról mit lehet megtudni? Van már térkép is ebben a játékban, hogy mi? Ja, azt hittem tarot, itt vannak a tarot kártyák, semmi sincs, minden kérdőjel. Kérdőjeles kérdőjel. És akkor kinyitjuk a csomagtartót. Nosza. Snuppoljunk. Hú, amúgy engem megöltek, hogyha van a játékhoz magyar felirat. De komolyan. Csak nincs. Nem. Itt vagyunk. 2021-ben vagyunk, szóval nem a 90-es években. Mondjuk ez már okostelefon miatt lehetett is látni. Hogy nem a 90-es években vagyunk. Megvan. Srácok. Tudom, hogy meg fogtok ölni, mert mindig basztatom magam, de a brightness feljel veszem, jó? Hogy jobban lássátok a videót, a vidit, oké? Oké. Na, thanks Han, szóval ők együtt vannak. Azt nem tudom, jóban, rosszban, de együtt vannak. Na, minél hamarabb eltakarodunk innen, annál jobb. Próbálok fordítani. Valaki néz minket, még mindig az a kokainos róka szerintem. Amúgy ez nagyon tutoriál gyerekek még, mert... Na mindegy, nem spoilerezek. Nem spoilerezek. Oké, mit csinálok addig? Pipiek vagy mi? Szilas, ott van Szilas, a World Beyond, Walking Dead World Beyondból a Silas. Most az mi akart lenni, gyerekek? Hova mész? De nem menj el messzire szerintem. Jó, nem vagyok az annyi, meg ilyesmi. Mi az? Defint, hurry up, complaint. Are you... Lena ez. Nem. Ne apáskodj. Apáskodj. Na. Na, Max frusztrált. Én is. Én is, mert nem lehet látni normálisan a feliratot. Meg a választási lehetőségeket. Az még rosszabb. Hát ez a Norbis videó. Igen. Mit kell látnom? Ja, semmit. Szép a fogai. Szépek a fogai. Azt kell, hogy mondjam. Na, bassza meg! Hallod, én is béna vagyok, de azért nem ennyire. Na. Stört? Halló? Hello? Itt vagyok még? Meg vagyok még? Meg vagyok veszve, mint az a róka. És elmegy az árom. Halló? 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 Oké. Okay. Jó játék ez. Fasza. Tetszik. Tetszik a sztorály.
Hello. Mi történt? Mi történik? What happened? Ez volt a játék, vége a játéknak. Jó volt, jó volt, jó volt. Csöcsö, most kisebb vagyok, de itt vagyok, és crashelt a játék. De itt vagyunk újra, szóval back. Mi az back? Jó. Na, ugye lecsúsztunk egy picikét, aztán nem akar betölteni a játék. De most már itt vagyunk. Nem kéne visszamenni amúgy Maxhez? Azt hiszem Max, úgy hívják a barátunkat, nem? Vagy mindegy, vagy Will, vagy Bill, nem tudom. Mindegy. Nem, a csaj az ilyen kalandor, ő járkálja itt az erdőt sötétben. Az lenne a poén, hogyha nem erülne majd a telefon is, achievementet is kaptunk. Hát, panaszkodhatnék még valamire? Nem lehet panaszkodni. Oké, ott volt egy mama, ilyen boszorkány, vagy jós volt, azon nem tudom. Na mindegy, biztos majd ilyen központi karakter lesz, nem tudom, mert láttam ilyen a képeken, hogy ott van a mama, de mindegy. Most lehet jobbra menni, meg balra. Akkor először elmegyünk arra, mert úgy látom, hogy ott ilyen a sikátor, hogyha erdőben vannak ugye sikátorok. Oké, na, ott egy bilincs, akkor itt egy rendőr lakik, nem? Escapology Trunk. Clue. Van ez a játék, ez a Clue-vó, vagy micsoda, vagy Cruzo, na mindegy, nem tudom most ezzel mit akartam mondani. Most akkor ezt nem lehet felvenni? Nem azt tudom, nem akarom én megbilincselni magamat, csak kérdezem, hogy most ezzel nem lesz semmit se csinálni. Jó van akkor, menjünk tovább. Barátosni. Menjünk akkor jobbra. Szép ez az erdő, de szerintem nappal, amikor ott vannak a kis mókuskák, meg kis madarak, meg fürjek, meg mit tudjam én, orszarvúk, akkor szebb lenne az erdő. De én nem tudom, mi volt az, kérem szépen. Szerintem egy turista, ő is eltévedt az erdőben. Egyébként ez még a prológus, gyerekek, ez még a prológus elég keményen. Tudjátok, mint a filmekben is szokott lenni olyan horror filmekben, hogy vannak ilyen karakterek, aztán meghalnak 5-10 perc múlva, és akkor beadja a főbb karaktereket, szóval itt is, hát, na nem spoilerezek. Amúgy tök faszák így a fény, tiszta ilyen előn-végbél érzem magam. Előn-végbél. De komolyan mondom. Mások, hogy... Na, ne ijeszgessetek! Ne ijeszgessetek! Amúgy én már tegnap este el akartam kezdeni ezt a játékot, egy videón kívül, de mondom, ezt videóba kell, egy ne utána. Ezeket a élményeket először videóba kell átélnem veletek. Na. Mi az? Ki az? De mennyi jumpscare lesz ebbe a játékba? Hó. Na ezért mondtam, hogy ne tévedjél, vagy ne menj el messzire, where are you? De nem hittél nekem. Hát akkor fuck you, most erre mit mondjak, ha nem hittél nekem? Az a mama a Silas keresi. Az a gyereke volt, hogy ki volt a Silas? Tocsog. Meg locsog. Na most kell odafigyelni. Ó gyerekek. Melyik gombot kell akkor nyomni? Jaj Istenem, ott egy áll, kiszúlja a szememet. Az igen, most már vágom, hogy hogy kell. Jó van, kaptuk. De most már legalább vágom, hogy hogy kell csinálni. Jó. Nem baj. Ez ilyen kávé helyett volt, ilyen felélénkítő, hogy hú de jó. Nézzetek így. Na, tanulj Tino, ököl lesz belőled. Max Caulfield. Max? Hát nem tudom, egy öreg asszony beleizélt a fülembe. Ott van, nem is annyira öreg. Szellem. Na eddig izé volt feszült, vagy izé feszélyezett ez a Max, akkor most ezek után... Megcsinálta már a kocsit? Egyáltalán? Hiába suttogunk, hogy menjünk szálljunk be a kocsiba, ugye még nincs kész.
Na, ő is hallotta. Nem látta, de hallotta. Bassza meg. Báfakuló. Na, tudtam, hogy nem készült még el a kocsi. Na, most nagyon, nagyon idegesek vagyunk. Na, én is dadagok. Ne veszekedjetek már, ne. Ennyi. Na, valakinek ki kéne szállni a kocsiból és meg kéne tolnia. Nem én leszek. Hát Max a férfi, ő szálljon ki. Jó, csak az a baj, hogyha ő kiszáll. Jaj. Hát ez meg... Ismeritek ezt az embert, ugye? Until Dawn-ban is szerepelt. Vagy nem ő, az az öreg. Aki ilyen tanácsokat adott. Nem biztos, lehet a testvére. Most ő a testvére, aki itt van előttünk. De mi a fasz keres? Lezuhantunk nem tudom mekkorát a erdőben. Mit keres itt a rendőr? Jó gondolom, észrevett minket. Ugye ki vagyunk világítva, minden. Csak az a baj, a arca nem tetszik, ilyen sunyi. Sunyi arca van, szóval... Na most döntenünk kell, Pat Chosen. We square off, something jump out. Hát legyünk őszinték, nem? Legyünk őszinténk. Nem vagyunk izé bedrogozva meg, nem ittunk semmi. Igen. Olyan, mint hogyha honest. It was dark. An animal, this honest. Mondjuk azt, hogy animal volt. Na, csak most már oda kell figyelnünk, hogy mit mondtunk. Mert nagyon gyanakvó az a rendőr. Az igen. Mi történt a... Mi történt a nyakával? Mert biztos nem borotválkozás közül vágta meg. Ajaj. Át fog változni. Segít megtolni? All time scariest cup. Na. Jó, azt hittem még szemét is fog kérni. Ja nem, izé, kihúz minket, tudjátok. Na. Nagyon rendes kis fickó. Aranyos ditkó. Már kint is vagyunk. Ennyi. Ez gyors volt. Hát de most miért nem bíz bennünk? Hát mit mondjak? Miért én beszél mindig? Miért nem beszél Max? Friendly. Legyünk friendly. New counselors. Ilyen táborba megyünk, mi vagyunk a ilyen csoportvezetők, hogy ilyesmi. Nem, ha hülyeséget mondok, javítsatok ki. Na? Kielégíti a válaszunk? Lüke alada. Miért nem megyünk oda? Nem ma. Mert? Ja, mert köd van, vagy mi? Nincs pénzünk ilyen motelra. Hagyjál. De nekünk nincs pénzünk motelra. De ezt nem értem. Most miért ragaszkodik annyira ahhoz a kibaszott motelhoz? Ha, hogy menjünk már a táborba? De nekem nincsen pénzünk a motelre, hagyjál már! Nem akarunk kiadni feleslegesen pénzt. Nem érted, hogy nem akarunk kiadni feleslegesen pénzt a motelre? Ott vagyunk a tábornál, oda akarunk menni a táborhoz, akkor mit motel? Most mi? Hagyjál már békén, támogatom valami ismerősöd, hogy a motel azt már izé pénzt akarsz szerezni. A ismerősödnek. Hát takarodsz már! Nem tudom, ez a csávóval van valami, már torka,
vagy a nyaka az elég ilyen veres volt. Nem tudom. Na. Az mi? Ja, Philstone. Vagy Ceruza. A fasz csinál ez. Igen. Össze-vissza firkál, hallod? Tudja, hogy össze-vissza firkál. De nem akarom, hogy mutat, bo! Na mindegy, hagyjuk, mert felidegesít. Ez a rendőr felidegesít. Nem akarom menni a motelba, hé! Hey. Azt hittem, már leesett a fenyőfa. Vagy fenyőágna. Fenyőfa? Ez nem fenyőfa, ez nem fenyőfa. Mi van? Ne. Olyan, mint hogyha a vénáival lenne valami egyébként. És hogy tök nyugodt. Ugye elájul, elalszik. Én nem értem. Mi? Nagyon mink szerintem semmit. Azt mondja hold still, szóval... Gondolom le akarja. De miért a hajunkat simogassa? Ilyen, nincs ilyen rendőr a valóságban. Ha van, az már rég el kellett volna tanácsolni. Mi? Titeket is bizé ellenőriznek utakon és megsimítják a hajatokat. Hát nehogy már. Jó, már mondtad ötször, megyünk a motelba. Na. Azt a kurva. Remélem ez a rendőrrel nem találkozunk többet. Szerintem ő a legkisebb rossz a játékban. Na, remélem megint kifogyott a játék. Halló. Na, én már azt hittem, hogy crasheltünk. Nem értem, hogy miért van ilyen nagy várakozási idő. Szerintem kijavították. Szerintem fél év alatt már kijavították volna, hogyha lehet csak nálam van ilyen nagy várakozási idő egyébként. Hát eléggé virt ez a csávó, furcsa. Szóval... Igen, véres volt a nyakánál. De nem értem, hogy miért. Most menjünk innen. Így van. Jaj, azt hittem már rádiót kapcsol be. Fú, már felállt a hátamon a ször. Fú. Okay. És mégis elmünk oda? Nekem nem tetszik ennek a nőnek a mosolya. Meg ez a ilyen csalafintaság, ami ilyesmi. Akkor csak elmegyünk a táborba, a Quarry-be. Quarry, mondjuk az nem, az a Quarry az bánya, nem? Na mindegy, hülyeség beszélek. Ja, még van 20 éve ahhoz, hogy azt mondja rá, hogy asszony. Hát most így csipkelődnek egymással. Na. Ezt bírom, ezt a... Ilyenkor hallató vagyok egyébként? Még a fészkem is leáll ilyenkor. Vagy megáll. Ez a játék amúgy engem megöl egyébként, annyiszor... Nem veszi fel a felvétel, meg ilyesmi. Előbb képzeljétek el, már mozogni se tudtam. Kontrollerrel sem, meg billentyűzettel sem, szóval... Szóval nagyon jó volt. Tetszett. Dis.
How was I supposed to know that? Elvég itt lenni kéne már valakinek? I mean, clearly there's somebody here. Ott a kocsija. Annak a valakinek. Veszekednek, hallod. Már mindjárt beveszek egy algozont. Na és ugye itt van vége az átvezetőnek. Sok átvezető lesz ebben a játékban. Nem tudtam mozogni. Mindegy, kopogni ne kopogjunk, ha minek. Hát szerintem úgy jön ki senki. Esetleg benézünk az ablakon, bár én nem lennék olyan bátor, hogy benézek azon az ablakon. Sajnos el kell árulnom, hogy én még 29 éves korom létemre is félek a sötétben. De nem baj. Hát... Na, le lehet menni, de én még nem akarok lemenni. Ott, szerintem megvan, hogy merre kell menni egyébként. Ott volt egy ajtó. Nekem nagyon gyanús volt az ajtó. Közben feltöltött a telefon. Oké. Jaj. Hú, ezt a játékot, ez a játék, ez olyan lesz, hogy ezt többször végig kell majd vinni. Esküszöm. Egyelőre nem nőttek a szívemhez a karakterek, bár szerintem nem is kell, hogy a szívemhez nőjenek ezek a karakterek, mert prológus. Ott is van valami a földön. Mi az? Egy érme? Egy euró? Vagy esetleg egy 200 forintos? Mindjárt meglássuk. Nézd már meg. Mi az? Ja, hogy hol vagyunk. Treehouse. Amúgy kurvára gyorsan telik az idő, mert már fél óra eltelt a videóból. Gyerekek, mert prológusnál vagyunk. Ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Ez volt kiírva a tona tanár rom irodájában is egy izére, papírra írva, azt hiszem. Na jó van, majd arra megyünk, arra, csak először megnézzük, hogy jó van-e a urunk. Jó van, megnéztük, na jó van. Itt is lehet valamit csinálni. Én szeretek ilyen játékonak körbenézni egyébként. Ott valahogy nem lehet bemenni ebbe a kocsiba, vagy megnézni, hogy mit tudom, bent alszik egy mókus család, vagy valami ilyesmi. Nem. Amit látjátok, az csillog, ahol vannak valami interakciók, szóval itt meg nem csillog semmi, max a csajnak a foga csillog, szóval menetelünk tovább, zakatolunk tovább. Oké. Minden rendben van. Amúgy semmi sincs rendben. A zene által. Az a pince lesz. Na, oda sem mennék le. Na, ott van akit keresünk, nem? Hú, a pupillánk. Ajaj. Na. Hát ez mesztelen volt. Ez Outlast. Mesztelen volt a csávó. Ez a Laura, ez elmentek otthonról neki, mert nem vesz észre, hogy az nem a... aki itt lakik. Ez nem Mr. Hatchet lesz, vagy kicsoda. Hatche. Minek? Törd fel, vagy nem tudom. Törjük fel. Bocsánat. Köpködök már. Mi ez? Valami pornó videó? Oké. Definitív edition. Mit csináljak? Take hammer, take wrenches. Melyik a hammer? A Vice City emlékére. Radiota emlékére. Indexív? Yeah, oké. Okay. Wrenches. So, someone trapped. Legyünk ilyen indexizívek. Inkább a wrenches-t ajánlja. Ja, hogy ne törjük, gondolom, hogy szépen óvatosan. Így is ábasztok a lakatot, szóval nem értem, hogy ez most miért volt jó. Na mindegy. Hát jó esne. Köszi.
És az egyes ajtónál ennyi volt a játék. Ja nem. ott egy Fire Weather. Mi? So you the Evil Dead. Hello. Itt vagyok lent. Éppen főzöm a káposztalevest, segítsetek már. Do you exist? Kimerült vagy? Az azt jelenti? Az X-Eye, nem? Vagy valami ilyesmi. Légy óvatos, szívem, egyetlen egy csillagom. Tündi-bündim. Kacsamesék. Jó. Na, Ian. Szaladj a Fing után. Nem. Hát jaj, de miért én megyek? Na jó, van, hagyjuk. Előrengedi a csajt. Ez a Max, ez fél. Komolyan mondom, fél a sötétben. Vagy nem tudom. Most oda kell mennünk, ami... Jaj, nézzük már meg, mit vártak le ezek a büdös patkányok. Nézd már. Mi az? Karperec? Bloodied color. Egy color, egy nyakörv. Szóval itt volt egy kis kutya? Véres nyakörv, szóval... Az a kis kutya? A nagy kutya volt. Max? Azt a kurva. Hát milyen állatok garázdálkodnak? Kannibálok? Vagy másik kutya megette a kutyát. Hallottátok, ilyen morgás volt. Max az izén el van a telefonjával. Mivel ődik? Úgy hallom. Opossum. Aha. Ez nem opossum volt. Hát izén opossum, hogy megesz egy izét, egy tehenet. Éhes opossum. Ezt mondta a rendőr is, hogy menjünk a motelbe, de ide akartunk jönni. Mindjárt lelövik. Bazd meg! Bocsánat. Na, Max szerintem meghalt. Nem halt meg. Ott van. A fasz történt. A füle. Lement a füle is. Vagy na, hogy mondjam már. Basszanak, de ott van még az a kutya. Kutyám majom. Na, nem, megvan még a füle. Amúgy el fog vérezni. Mi az, hogy leave Max? Az milyen hülyeség? Még ha meg is halunk, akkor is segítünk rajta. Hát nem tudnék élni a bűntudattal, meg ilyesmi. Hát komolyan mondom, gyerekek. Úgy azt bírom ilyen jumpscare-eknél, kurvára mit tudom, tegyük fel, hogy megy 100%-on a hangerő, meg ilyesmi, a jumpscare-eknél felmegy 250%-ra, hogy még jobban megjegyen az ember. Meghalt szerintem. Fasz. Beszúriztak minket. Ó, a rendőr! Az Maxnek szánta? Nem, akkor azért mondta, hogy menjünk a motelba, ne ide. Valamit titkoltak, rejtegetett a rendőr. Pillanat, mert halljátok? Hallottátok? Már ment a zene. Szóval ezt levesszük. Na, haragudjatok, mehetünk tovább. Így. De vajon mit titkolhatnak itt? Milyen állat van ott a pincében? Illetve még azt szeretném megkérdezni, hogy a rendőr az nem ön szántából van itt, tuti. És Max meghalt. Ha nem tudott elvérezni, mivel kapott szerintem 3 headshotot a fejébe. Vagy 3 golyót a fejébe. Nem. Azt a kurva, valaki belelő sniperrel a holdba. Azért olyan nagy. És itt vagyunk a The Quarry-nél. Hát, végre valahára. Lehet az első rész egy picit hosszabb lesz, mint 1 óra hossza, mert lassacskán már 1 óra hosszánál járunk, és...
Még most indul a játék. Na. Ilyenkor azért mozgolódok, mert látjátok, hogy mozog a fészkem, akkor még van felvétel, de... Hello, megint itt vagyok, mert a fém... most már a fészkem nem működött. Basszus. Komolyan, ilyen még nem volt végigjátszások terén, hogy ennyit kínlódjak egy játékon. Pedig volt már egy-kettő végigjátszás a csatornán, nem ez a harmadik. Nem vagyunk barátok, mert mindig crash-el a játék, meg ilyesmi, szóval nem vagyunk barátok. Le kellett volna inkább tölteni Encore-ról, csak az a baj, hogy nem volt van Encore-on, amivel letöltöttem volna. Faszom. Ez az a asszony volt az erdőben, nem? Ja, nem, mert ő segíteni akar. Akkor ez olyan, mint a Until Dawn-ban az öreg? Miért beszél ilyen akcentussal, vagy nem tudom. Mi? Már fel lehetett volna venni egy kártyát valahol? Ilyen tarot kártyák, ugye? Azok segítenek nagyjából, hogy ilyen jövőképet mutatnak, hogy mi várható a játékban. Már megint ez volt ugye kiírva ott a térképnél is. But doesn't kill you, you will make you stronger. Nagy segítség volt, köszönjük. Ha most nem fagynak a játék, az lenne kibaszott nagy segítség egyébként. Csak mondom. Köszönöm, nem fagyott ki. Ez az, át tudunk menni egy következő jelenetbe, úgyhogy ne fagyjon ki a játék. Haha, ilyen 2022. Első fejezet. Hacked Queries Forever. Oké. Okay. Látjátok amúgy a betű típust, hogy milyen ilyen 90-es évekbeli betű típus? Egyébként, látjátok? Igen. Csicseregnek a madarak, vagy csicseregnek a fák. Egy helyben állnak a madarak. Oké, és akkor most visszamentünk az időbe, vagy nem azért, hogy 53-odra írva, hanem a felirat miatt kérdezem. Szerintem visszamentünk az időbe. Elhiszitek? Augusztus 22-17. Na és elmentek a gyerekek, pusz-pusz. Elmentek a gyerekek, a tábor vezetők, vagy kik ezek a fiatalok, ők meg itt maradtak. Szóval ők lesznek a főszereplők. Oké. Okay. I don't fucking know. Most így hirtelen így beleestem így a katyfaszba. Beleestem a lávába. Oké. Okay. Az a csaj hasonlít a Until Dawn-ban a szemszúra, vagy hogy hitek? Idegesítő karakter volt. De ne hasonlítgassunk embereket emberekhez. Jó, oké. Okay. Egy pillanat, hogy hívnak téged? Lord the Minivan. Jacob. Próbálom majd a neveket megjegyezni. Ott van Emma, majd mosolygós csaj, tetszik. Oké, de ne a legnehezebbet vigyem, jó? Szerintem ez... ott halt meg Max. Most nem, ott fog meghalni. Mert szerintem ez a játék hamarabb, vagy na, ez a rész, ez hamarabb játszódik, mint ahogy idejöttek volna a csaj meg a fiú. Szerintem. De majd kiderül. Hát te meg mit szomorkodsz itt magadban? Még egyszer, mit szomorkodsz itt magadban? Ja, zenét hallgat. De nem zenét hallgat, lehet podcastot. Podcastot, nem? Hello? Ha kihúznád a
füledbe azt a szart, akkor még hallanál is valamit. De mindegy. Nem Emmához kell mennünk? Miért mentünk el arra a picsába? Ja, nem. Oké. Meg lehet megint próbálkozni? Csináljunk olyan, mint hogy a dínók lennénk, trappolnánk a földön. Ámen. Ja, éhem. Ja, azt hittem úgy hívják, ámen. Éhem. Hú, nagyon depressziós. Azt a kurva. Azt a leborult szivar végét. Fú. Itt már csak pukkandó segíthet. Na jó van, akkor menjünk akkor vissza. És mi a feladat? Bags from the lodge. Remaining. Akkor innen megyünk elfele, ugye? Ha már pakolunk, mi is elmegyünk. Véget ért a nyár, nem? De mi volt az írva? Augusztus 22, hogy mikor játszódik a játék? Vagy október? Nem október. A faszom se tudja, de majd jobb odafigyenek. Most miért hazudsz? Jaj, ne, Dylan, vagy Dylan, vagy nem tudom. Szeretkeznek? Még a másik is fiú volt, nem? Mondjuk ott még lehet szeretkezni. De... Jó, akkor nem killódunk. Az mi? Oké, 53-ba készült ez a ház. Wow, na most már ez miatt, amiért megnéztük ezt, nem fogunk meghalni. Oké, okay. Most nem elemlámpázunk, most nem kell elemlámpázni. Itt sincs semmi. Ott a fűben van valami? Az nem is fű, az deszka. Bocsánat. Az igen, felfele néz. Remélem a cipőfűzőn nincs izé kioldzódva, mert akkor elbukik. Vagy elesik benne, hanyatt esik, vagy valami. Hanyatt, az más. De akkor előre, bocsánat. Csak lehet megint meg kéne próbálkozni az a szarral. Ott volt egy A betű. Mit csinálnak ezek a jó madarak? Mi? Oké. Skill. Jó, hogy az számára egy skill, hogy át tudod menni hogy be tudod jönni az ablakon keresztül. Hát ez nagy skill. Horror. I hate horror. Hát akkor szerintem rossz játékban vagy. Ajánlom neked a K.O. the Kangurut. Vagy hasonlót. Hasonló játékokat. Erre szépen. Ott egy maci. De szerencsére ki van tömve. Vagy mű, szóval nem fog bántani. Ott van valami a földön. Jó van. Oké. Okay. Elnézünk arra. Megnézzük ezt a medvét. Mr. Medve úr. Semmit sem lehet vele csinálni. Szőnyeg. Ajtó, óra, fa, asszony, nő, asztal, evő, eszköz, villa, kanál. Ővel, ja, az nem is nő. Bocsánat, bocsi, a haja miatt azt hittem, hogy nő. Hát mondjuk a haja az nő. Jó, akkor először beszélünk akkor vele. Te vagy Dylan. Vagy nem? Nem. Dylan az másik. Mik ezek a pofák? Kár, hogy kicsibe vagyok, nem látszódik. Nekem egyelőre a kedvenc karakterem az a medve. Boring. Bowling. Jó. KH-ba van valami? Nincs. Nem kellene begyújtani? Vagy valami hasonló dolgokat csinálni? De mondjuk minek akarod begyűjteni, amikor elmegyünk innen? Ne kérdezzétek meg tőlem. Jó, akkor bemegyünk azon az ajtón, mert úgy látom, hogy ott be lehet menni. Sötétben nem megyünk. De viszont még azért körbenézek, mert szépek ezek a matyó hímzések. Nagyon szépek. Addig, hallod, amúgy ez a csávó, addig fogja a nyakát így tekergetni, gyűjtogatni. Még egyszer csak majd kitekeredik a nyaka, de majd
Majd meglássátok, hát. Majd ez lesz a vége. Most mi van? Mi? Most akkor menjünk innen a pecsába? Jó, menjünk akkor a sötétség fele. Pedig erre nem akartam menni. Okostelefon! Okostelefon. Akkor nincs okostelefon. Pedig jó lett volna, ha azzal világított volna. Most akkor megint megpróbálkozzak. De úgyse fogja kinyitni nekünk az ajtót, szóval szerintem tök felesleges. Store. Hát jó van. Nem, megint akkor próbálkozzunk meg. Lesz, ami lesz. De szerintem nem ez a célra vezető cél, vagy valami ilyesmi. Mindegy. Köcsög a csávó. Akkor én azt mondom, hogy szépen 100 méteres távfutással kimegyünk a házból. Vagy az emeletre felmegyünk, ha megtalálom a lépcsőt. De megtaláltam a lépcsőt. Halljátok? Amúgy mire ezt a helyet így befűtik? Az egy kanda alól nem tudom, be tudja fűteni. Az igen, most direkt el van barikádozva, hogy ne tudjuk felmenni a lépcsőn. Jó van, legalább megtaláltam a táskákat. Az is már valami, az is egy előrehaladás. Konyhába nem mentünk be, az baj. Amiatt meg fogunk halni. Ezt bírom majd ebbe, remélem úgy lesz ebbe a játékba, hogy 4 orosszal beszélgetnek, aztán 2 orosz akció és vége. Micsoda? Mind your own business. Annyunk ilyen játékosok. Playfulok. Playfullosok. De ilyen nem létezik a valóságban. Esetleg max én. Hogy így rappelve meg rímelve beszélgetnek egymással. Na mi van? Sziasztok srácok! Ma mivel játszok? Ha? De ilyen nincs. I'm sexy and I know it. Egoista ez a nő? Is like, how are we gonna make this work? Different schools, blah blah blah. My whole thing is like, you know, maybe long distance, blah 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 blah. And she was just like, Jacob. She gave you the look, huh? Yeah, do not pass go. Man, she has got you wrapped all the way around that dainty little finger of hers. How does she do it? Okay, you know what? Maybe you're right. Maybe she does have like this superpower over me, but you know what? Maybe I like it. Oh, likes it. Check. Totally not in denial. Check. Oh, okay. Wow, the Nem lenne felrobbant ezt a kocsit, hogy felrobbanjon mindketten. Excuse me? I'm just saying, I guess some girls don't have what it takes to hang with the big dog. Ja, hülye szövegeket. Én alapjáratban nem fogom ezeket megijeszni. Hát nehogy már. Legyünk magabiztosak. Mondom magabiztosak! Így. Fú, ez... Szászta mindenségit. Ezek nagyon fontos dolgok. Jó, alacsony ez a csaj. Vagy a... Hapsi magas. Hallod? Ebben a játékban ezt a, ami nem öl meg az erősebbét, ezt még hányszor kell ma még meghallgatni? Lehet magyar gyilkos és ezt fogja hajtani? Nem tudom.
total hypothetical, but if I was like and I wanted to break down the van so we'd have to spend another night here, what exactly would I need to do? Well, you'd probably break the fuel line, or I don't know, rip out the rotor arm. And yes, that would make you. Mint hogy nyávon a macska. What is a rotor arm? Félre hallok. It's like an arm that's all rotary. You know, it's under the little black dome. Motherfucker, 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 oh motherfucker. Somehow did get stuck out here. One more night with Emma wouldn't make a difference. Itt nyávog, Lucifer. Szia, Luci. Gyere be. De Query. Gyere. Játsz a Query-vel. Gyere. Steel rotor arm break full line. Break. Ki szeretné menni? Lucikám. Így nem tudom végigvinni a játékot. Ebből valami baj lesz. Most elbasztok a kocsit? No, már nem tudunk elmenekülni. De jó. Sziasztok, srácok. Lucikám, mi a baj? Jó vagy, Luci? Ne dobáld már a telefont, azt hiszem lehetem kapni, miközben kifagyunk. El tudtam kapni, miközben kifagyunk. És még ilyen hülye táncot is le kell vezényelni. Persze. Most már definitely állíthatom azt, hogy nem a 90-es években játszódik a játék, mert okos telefon. Egyelőre egyik karakter se tetszik. Lehet, hogy én vagyok ilyen válogatós, de mindegy. A Emmának annak szép mosolya volt. Őt megijesztem. Smarter than me, and you're a super hot stud who gets any cheeky wins. Okay, yeah, keep dreaming, Junior. Junior. Mindjárt jön LL Junior is. Na mi van, na mi van, na mi van a házban? Most fogunk kifagyni. Mondom. Haha, itt vagyok megint. Fagyás, meg hasonló, freeze. I'm free, I LCPD, you freeze. Itt van Abigail. Augusztus 22 van, most már ezt meg fogom jelezni, hogy 22-e van. Akkor jó, 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 jó. És valaki ott ül a tőkén. Jó. És oké. És úgy néz ki Abigail, mint a Walking Dead-be hercegnő. Na, de mindegy. Az jó, jó karja van egyébként, vaskos, vaskos. Na, party medve. Itt van Emma. Na, high five, hogy kell? Jó, így, így kell. Még a billentyűzetet mutatta, nem a kontroller, de mindegy. Ilyeneken már nem akadunk fenn masszívan, mert masszív games, na mindegy. Egy kicsit több lesz, mint egy óra hossza. Break in, leave bags. Break in? Nem? Hát nem hagyjuk itt azért a táskáját. Okay. Let's do it. Na. Hát majd lockpick-kel, vagy nem tudom. Mr. Hackett. Őt keresték a Maxék is egyébként. A játék elején a Mr. Hackett-et. Csak Hackett az, nem tudom, az izé volt, de... Egy állat, vagy nem tudom. 1, 2, 4. Na, egy ösvényt választottunk, Pat. És Emma nagyon büszke ránk. Köszönöm szépen, Emma.
Gónac. Magyarul? Szeresek a magyarút. Oké. Körbe lehet nézni. Szabad. Mélyáj. Anya tüszköl. Egészségedre. Egyik szeme már nincs meg. Akkor jár neki az a százalékoltság, nem? Tartsuk meg, hát csak nem visszaviszük Izzynek, mert Izzik a galagonya. Melyik a Izzy? A korai? Ezért kell, mondom, ilyen játékoknál nagyon oda kell figyelni. Pláne én az ilyen játékot akartam jobban értelmezni, hogy többször végigviszem. Akkor már így összeáll nagyjából a kép. Oké. Jó kis festett hajunk van. És mehetnénk arra is, de arra is. De fingom sincs, hogy merre kell menni, szerintem visszafelé. Szerintem tudjuk visszafelé kell menni. Mindjárt mondja, hogy én erre nem fogok menni ebbe a cipőbe. Talán ha papucsban lennék, akkor mennék, de így nem. Nem lehet futni. És nehogy azt higgyétek, hogy azért megyek így, hogy lássam Abigailnek a melleit, nem most így alakult itt egy bogár. Kurva anyád az azt. Azt. You're gonna die. Jó. És akkor nem látok. Főleg így nappal szemben, így pláne nem. Menjünk akkor vissza. Melyikkel lehet futni? Gyerünk, gyerünk. Milyen kis táska? A világ legkisebb táskája van rajta. Amúgy Batmanes. Nyomogatom itt a kontrollert háta, de mindegy. Jó, akkor megnézzük azt a másik lakásocskát. Ha létezik olyan szó, hogy lakásocska. Leszegett fejjel megyünk tovább. Nem akar rám nézni a Abigail, úgy veszem észre. Oké, jó van, Abigail, ezt megijesztem. Igen? Nem. Aha, gondoltam, ide kell jönni. És itt mi a tök van? Itt mi a tejbetúró? Kismacska! Hallottál? És ez egy papagáj. Aha. Jó, oké. Az papagáj. Ja nem, az nem papagáj. Egy varjú. Ilyen hangot ad ki a varjú. Hát beszarsz. Na, ez már varjús hang volt, igen. Az előző ilyen papagájos volt inkább. Mit keres itt ez a papagáj? Éhes? Vagy mi? Nem tudom. Hát miért nem tud ilyet enni? Ez mi? Ez virág. Hát ezt ne egyen virágot. Na jó van, nem erre kellett jönni. Vagy lehet, hogy a ház háta mögé kell menni. Lehet. De hát az úgy nem fog működni. Jó. Akkor szépen visszamegyünk arra. De legyen lassan. Azt hiszed, ráérek én egész napot. Olyan szépen süt a nap. Hát lehetne menni úszni a Tiszatóba decemberbe. Hát, na. Nem tudom, melyik házba kéne bemenni. Nem lehetne ilyen nyilat csinálni, hogy kijelöli, hogy melyik házba menjek be. Ott egy hinta. Hinta palinta. Lehet hintázni? Nem. Nem lehet. Nekem az a ház szimpi még. Simple as can be. Szóval megnézzük. Gondolom oda kell menni, ami a legmesszebb van. Nem. Ide? Itt van medence is. És úgy látom fel van töltve a víz. Nem lehet bemenni medencézni? Nem. Hát akkor majd ezek után. Ó, ott vannak emberek. Jupi. Jupi. Jó,
Sheet a walking pet. Na, M-mácska. Itt van M-mácska. Tessék. Ready to roll? Yeah, let's roll. Let's do it. Szerintem eléggé jól körbenéztem. De lehet, hogy egy-kettő kártyát nem vettem fel. Amit a öreg asszony beszélt. Én vezetek. Annoying, confident. Megjátszod magad? Értem. Na, én nem játszom meg magam. Neki megyünk valaminek. De a rajtom múlik, akkor nem. Hoppá. Ez egy igazi keddi. Figyelj, a kis ujjamban benne van ez a vezetés. Na, valamikor járt rám a Jacobbel? Tudjátok még a Jacob? Nick? Melyik a Nick? Nem tudom, melyik a Nick, de majd kiderül. Aki egyedül hallgat a zenét? Nem hiszem. De egyelőre ő a legszimpatikusabb, ő még nem szólalt meg. Mi az? Miért? Menjünk akkor arra, hogyha azt akarja a csaj. Ráérünk, gondolom. Csak nem fognak minket itt hagyni. Plus my subs need me. Mi az felvesz izére? Videóra, vagy mi live-ol? Legyünk ilyen supportok. Jó a pulóverje a Emma-nak egyébként, ez a zöld. I like it. Jaj, az hátam. Jaj, júj, júj, kis mozgás. Ez mi a szarul? Jézus Mária. Ilyeneket csinálnak a karakterek, így hogy szimpatizálják velük? Yeah, big smoke. Should we tell someone? Hát mit lehet itt van egy vadőr, vagy valami, nem, égetnek. Nem kell szerintem egyből rosszra gondolni. Majd, ha már fél erdő ég, akkor már majd szólunk valakinek, de egyelőre nem ég szóval. That's all, right. Félrebeszél. Én ilyenkor inkább meg se szólalnék, hogyha nem tud mit mondani. Na, már a róka megint néz minket. Ott valaki nagyon bekábult. Innen fogjuk legközelebb folytatni. Így van, don't worry Jacob. Olyan jó volt, hogy még egy külön jelenetet meg kell megint néznem. A fagyás miatt. Na mindegy, nagyon jó. A technikai hibák azok borzalmasak, a sok technikai hiba az most nagyon összejött. Ennél a játéknál, nem tudom nálatok hogy volt, nálam hát katasztrofális a helyzet, de egyébként kíváncsiak a sztorira. Szóval innen fogjuk legközelebb folytatni. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy nagy lájkot. Köszönöm szépen. Sziasztok, hello.